A távozó ügyfeleknek szerdáig kell új biztosítót választaniuk és visszaküldeni az Astra részére az ehhez szükséges, a szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló nyilatkozatukat. Ezeket az Astra elviekben már postázta az ügyfelek részére. Az Astra biztosítós ügyfeleknek szeptember 30-áig van lehetőségük arra, hogy megszüntessék közös megegyezéssel a biztosítási szerződésüket. Az MNB is azt a javaslatot tette, hogy döntsenek amellett az ügyfelek, hogy váltsanak biztosítótársaságot, hiszen a kárrendezési folyamatot ez meg fogja segíteni. Október 1-től pedig új biztosítási szerződést kell kötniük. Nagyon fontos, hogy betartsák ezeket a dátumokat, hiszen ha valaki fölmondja 30-ával, de nem köti meg 1-ével, fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami elég magas összeget tehet ki. Piaci becslések alapján az Astra csőd után fennmaradó kárigények elérik majd a 4 milliárd forintot. Ebben nem csak a kötelező felelősségi és egyéb vagyoni károk, hanem a személyi sérülések, a súlyos balesetek élethosszig fizetendő járadékai is beletartoznak. Szeptember 16-a óta átvette a MABISZ a kárrendezési folyamatot, hozzájuk kell benyújtani a kárigényeket, megvan adva egy e-mail cím, oda kell elküldeni a baleseti bejelentőket. Ez már magyar nyelven is elérhető, amelyet le lehet tölteni az MNB honlapjáról is, vagy az Astra biztosító oldaláról. Konkrét esetünk is van már, károkozás történt, Astrás volt az okozó, Astrás volt az elszenvedő ügyfél, hétfőn bejelentettük a MABISZ-hoz, és szerdán már keresték az ügyfelet, tehát azt tapasztaljuk, hogy eléggé dinamikusan halad a kárrendezési folyamat. Mint azt Gyeskó Antal Viktória elmondta, az október 1-től köthető biztosítások díjai jelentősen emelkedtek az Astra díjaihoz képest, nagyságrendileg éves szinten átlagosan 3-4 ezer forinttal kell többet fizetniük a kötelező gépjármű felelősség biztosításért az átszerződő ügyfeleknek.